legjobb bócska vasbólám. Ott állnak mind a jó sörök, de gépolajat hörbölök. Sárkány fejet számtalan hip-hop legisszant ő, rozsdan lovat a megmentő. A jelszavam légrésen, a gonosz elenészen, nincsen, aki készen állna úgy, mint ők. A szilkakas, hogy csípje meg, én semmitől sem rettegek. Legyen tatár vagy török, minden csontot széttörök. Szegény. Ő benne bízik árva özvegy, mint ki esendő. Rozsda lovad a megmentő. És én vagyok, ki bókol, és leánykát a csókol. Nincsen, ki haj bókol, éppen úgy, mint ő. Ha, bravo! Csak is művészi érték való a gyermeknek, minden más árt neki. A csecsemő táplálékát is jobban megválogatják, mint a felnőttét, vitamindús, zenei táplálékkal a gyermeknek. Enélkül nem szűnik meg az egész magyar társadalom krónikus és immár gyógyíthatatlan a vitaminózisa. Kodály Zoltán inspiráló szavaival köszöntöm Önöket itt a Kálmán Imre Teátrumban, a Rozsdalovag és Fránya Frida sajtóeseményén. Ezzel a bemutatónkkal most a gyerekekre figyelünk, hiszen általuk és velük kezdődik a színház és a zene szeretete. És ahogy Bozsik Évett, Kossuth Díjas rendező koreográfus mondta, a gyermek szent és tanító egyben. Köszöntöm a sajtó képviselőit, az előadás alkotóit és művészeit. Önök a Rozsdalovag dalát hallották Kelemen Fanni, Laki Péter, Dénes Viktor és Erdős Attila előadásában. Zongorán kísérte őket Tassonyi Zsolt, az előadás zenei vezetője. Elsőként kérem fogadják szeretettel Kisbe Attila főigazgató köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaink! Egyáltalán nem költői az a kérdés, hogy 5 év múlva, 10 év múlva kikülnek majd a Budapesti Operett Színház nézőterén. Jelen pillanatban büszkén jelenthetjük ki, hogy a Budapesti Operett Színház rendelkezik egy nagyon masszív, nagyon hűséges törzsközönséggel, akik estéről estére visszajárnak az Operett Színházba. Teltház előtt játsszuk az előadásainkat, még most így Covid idején is. Nemrég részt vettem egy olyan Hegedűs a háztetőn előadáson, amelyen fiatalok ültek. Ifjúsági diákbérletben adtuk az előadást. Óriási volt a hangulat. Úgy ujjongtak a diákok, ahogy csak ők képesek. Az is megnyugtató, hogy a Lázár Ervin program keretében megvalósított előadásainkon is nagy a siker. Nagyon szeretik a diákok az előadásainkat. Most viszont a legkisebbeket, a legfiatalabbakat akarjuk magunkhoz édesgetni, beszoktatni a Budapesti Operett Színházba. Ők a legőszintébbek. Ők csak akkor fognak ide visszatérni szívesen, hogyha valami olyat kaptak tőlünk, amit máshol nem. Kedvükre való mesét kínálunk, magas, minőségi megfogalmazásban. Bozsik Évett varázslatosan tud mesélni, még felnőtteknek is, gyerekeknek aztán pláne. Vati Tamás díszletei a maguk egyszerűségében pontosan olyanok lesznek, amilyeneket a gyerekek nagyon szeretnek. Ők maguk is szívesen belebújnának ezekbe a díszletekbe, bútorokba, szívesen belaknák majd ezeket a tereket. Berzsenyi Krisztina jelmezei pedig megint valami csodával határos módon ilyen formagazdagok, színgazdagok, színesek, varázslatosak lesznek. Látni fogják őket. A produkcióban szereplő, fellépő művészek szintén fiatalok. Közel fognak állni majd a gyerekek lelkéhez. A gyerekek nagyon fogják őket kedvelni. Hát körülbelül ennyit óhajtottam most elmondani, többiről beszélnek alkotóink. Én nagyon bízom abban, hogy egy emlékezetes, maradandó élményben gazdag produkcióval fogunk kedveskedni a legfiatalabbaknak. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a főigazgató úr inspiráló szavait. A Rozsdalovak történetéből, mint tudják, több millió megvásárolt könyv, CD, musical, színpadi adaptációk, animációs film és tévésorozat született. Maga a mese eredeti nevén, német nevén Ritter Rost, 1987-ben látta meg a napvilágot, és Németországban ma már kultikus gyerekkönyvnek számít egy nagyon ismert brand, akárcsak Magyarországon. Bozsik Ivett már többször megrendezte az előadást, és a német jogtulajdonosok nyilván nem véletlenül adták át neki, ajándékozták meg a magyar színpadi rendezések jogaival. Ivett, ha már többször találkoztál a művel, akkor most mi az az újdonság, amit el szeretnél mesélni ezzel a történettel? Köszöntök mindenkit! A gyerekszínházban mindig újat csinálunk, hiszen új a közönség. Tehát felnőtt egy, azóta már egy, szinte mondhatni, hogy egy nemzedék, és újabb gyerekek fogják megnézni az előadást. És ez egy csodálatos színház, ez a tér, ez nagyon inspiráló. Én mindig is egy vágyam volt egyébként itt rendezni, úgyhogy szinte belakjuk a szereplőkkel az egész teret. Úgyhogy ez egy nagyon inspiráló és új előadás lesz ebből a szempontból is, meg, és teljesen új jelmezek, díszletek készültek az egész darabhoz. Hát a szereplő művészek pedig hát csodálatosan énekelnek és nagyon jól mozognak. Új koreográfiák készültek, Krizsán Dániel segít nekem ebben, aki egyébként tanítványom volt, és a Hegedűs a háztetőmben is csinált koreográfiát. Gombai Szabolcs, aki a társulatomnak szintén a táncosa, ő a játékmester, és tehát tulajdonképpen a Bozsik Ivett társulat is részt vesz, ugyanúgy, mint az ensemble, a színháznak a tánckara. Úgyhogy nekem minden egyes munka újdonság, tehát nem tudom azt mondani, hogy tehát csak a most van, tehát én a múltra nem szoktam gondolni, hanem a mostra és ilyen szempontból persze a folyamatos jövőre is, hiszen szerintem egy fontos feladat, hogy visszahódítsuk a gyerekközönséget a színházba, mert talán jó régóta nem jártak. Szerintem egy ilyen pici, kedves, szinte mint egy ékszerdoboz olyan lesz az előadás. Ezt remélem, hogy, és ez nem csak egy gyerek előadás, hanem ez egy családi musical. Tehát ugyanúgy szól a felnőtteknek is. Tulajdonképpen egy család el tud jönni, és mindenki jól fogja magát érezni. Úgyhogy hát ezeket tudom most így elmondani. Én nagyon örülök, hogy ezt jövő héten remélem, hogy be is fogjuk tudni mutatni. Beszéljünk egy picit arról is, hogy maga a Rozsdalovak karaktere, a Rozsdalovak története egy picit arra is tanít bennünket, hogy nem csak azok az igazi hősök, akik valamiért természetfeletti vagy extra energiákkal, erőkkel bírnak, hanem igenis vannak egyszerű, szerethető, mindennapi hősök. Ez az egyik nagyon fontos motivuma a mesének. A másik, amelyre csodálatosan felhívja a figyelmet majd az előadás látványában és maga a történet is, a környezettudatosság. Felelősek vagyunk ezért mindnyájan. Igen, ez egyébként ez a mese kimondottan környezettudatos mese, tehát a magának, a Rozsdalovaknak a karakter az egy ilyen újrahasznosított fémekből készült figura egyébként, és ezt próbáljuk így a díszletben is ezt visszahozni, tehát májkrémes doboz, meg szardina, de majd lehet, hogy a Tamás fog erről hosszasabban beszélni. Tehát, hogy visszahozzuk ezeket, de minden tulajdonképpen ilyen kis, ez is például ez a virága a Rozsdalovagnak, ez is ilyen konzervdoboz, amiből kijön egy rózsa, és több ilyen meglepetés lesz. A Rozsdalovak karaktere pedig azért fontos, hát hiszen a magyar népmesékben is ott van a legkisebb, legszegényebb fiú, a legkisebb fiú karaktere, aki nem feltétlenül az erejével éri el, hanem inkább a furfangjával, a kedvességével, vagy akár a bátorságával, mert a bátorság azért nagyon fontos dolog. Nem feltétlenül a legerősebb embereknek a tulajdonsága a bátorság, mert szerintem a bátorság az nem egy külső, hanem az egy belső elhatározás. Ez egy tudatszint, a bátorságnak a tudatszintje, úgyhogy és mindig azt mondják, hogy a közmondásban is, hogy bátraké a szerencse,
Úgyhogy a Rozsda lovag egy ilyen karakter, aki nagyon, nagyon kedves, nagyon néha olyan ügyefogyottnak, tehát hogyha azt mondom, hogy komédia, de lárte karakter, akkor ő a Piero, kicsit olyan arlekínos is, de ilyen Piero figura. Tehát egy bohóc karakter, ami egyébként mindig is nagyon közel állt a gyerekekhez, meg közel áll a gyerekekhez. Következzen egy újabb csodálatos dal az előadásból, a dal címe Merre van Cox? És akik előadják, Nádasi Veronika és Peller Anna. Zongorán kíséri őket Tassonyi Zsolt, aki az előadás zenei vezetője. Gyere, gyere már, gyere, gyere már. Tubicám, galambom, nem hallod a hangom. Gyere, gyere már, gyere, gyere már. Haragom, ha utolér, lecsap, mint a denevér. Várj, hát egy fejjel magasabb vagy, én viszont egy oktával följe fogok neked. Figyelj! Gyere, kicsi kincsem, nálad drágább nincsen. Gyere, gyere már, gyere, gyere már. Szentem gyűjtögetlek menten. Gyere, gyere már, gyere, gyere már. Haragom, ha utolér, lecsap, mint a denevér. Sárkány pajzott enyém néz, szűröstől, vöröstől, hogyha el nem kaplak én. Megöszöm a seprű, még hozzájelest. Sárkány pajzott enyém néz, szűröstől, Köszönöm szépen Nádasi Veronikának és Peller Annának a csodás produkciót. Ők egyébként Fránya Frida a boszorkány szerepét fogják játszani az előadásban. És engedjék meg, hogy ismertessem az előadás alkotóit és szereplőit. A Rozsda lovag szerepében Laki Pétert és Dénes Viktort láthatják. Szélvészt Pacskó Dorka és Kelemen Fanni alakítják majd. Cox a sárkány szerepét Sándor Péter és Erdős Attila. A várkisasszony beszélő süvegét pedig Dénes Viktor és Bénesi Zsolt játsza. A három rabló szerepében György Rózsa Sándor, Langer Soma, Alcaki Ergely, Kator Bálint, Petridis Krisztos, valamint Miklós Attila láthatóak. A hajós kapitány szerepét Szolnoki Tibor és Csuha Lajos alakítják. A matrózokat Pál Péter, Illés Zoltán, Pelle Viktor, Gombai Szabolcs, Hargitai Gergely játsszák. Fránya Frida lakája Vati Tamás és Boldizsár Tamás. A zenélő Óra és Magnézia hercegnő Süle Dalma és Szábrádi Anna Mária. A cápa szerepét Pete Ádám és Ceglédi Ákos alakítják majd. A taxisofőr Balázs Dávid és Bóna Gábor lesz az előadásban. Közreműködik a Budapesti Operettszínház zenekara és musical együttese, valamint Bozsik Évet társulatának táncosai. A darab zenei vezetője Tassonyi Zsolt, a karigazgató Szabó Mónika, koreográfus asszisztens Bóna Gábor, rendező asszisztensek Nagy Bea és Lencsés Márton. A játékmester Gombai Szabolcs, a koreográfus munkatársa Krizsán Dániel, a világítás tervező Dreiszker József, zenei munkatársak, amint már említettem, Tassonyi Zsolt és Szekeres László. Az előadás díszlettervezője Vati Tamás, a jelmeztervező Berzsenyi Krisztina, és a Rozsda lovag és Fránya Frida rendező koreográfusa
Bozsik Ivett. Köszönjük szépen a tapsot, és elsőként Berzsenyi Krisztinától kérdezném, az ő csodálatos látványát, jelmezterveit láthatjuk a háttérben, és egyébként azzal ajándékoztuk meg önöket érkezéskor, képeslap formájában kérem vigyék el emlékkel, vigyék az előadás jó hírét ezáltal is, mert a Kriszta jelmeztervei elnézést mindig egy-egy műalkotásként megmaradnak emlékben mindnyájunk számára. Tehát kérlek, Kriszta, mesélj egy kicsit arról, hogy a Rozsdalovag és Fránya Frida közegét, látványát, jelmezeit te hogyan képzelted el? Először is abból indultam ki, hogy a mai világ gyerekeit nagyon-nagyon sok inger éri, és ezen belül meg rengeteg sok vizuális inger. Tehát az igényesség a szempont, ugye, hogy itt egy nagyon igényes előadást kapjanak, és itt nem lehet megúszni a látványt egy-egy pólóval, meg egy-egy tornacipővel. És pontosan ezért, persze ez nem is merült fel, csak hogy sajnos néha lehet látni ilyeneket is, pontosan ezért gondoltam azt, hogy itt vizuálisan nagyon sok humort tegyünk bele, vagy hát próbáltam beletenni a jelmeztervekbe, intenzív színeket és nagy formákat, tehát hogy tulajdonképpen ne legyen nekik itt kevesebb, mint amennyi vizuális ingert amúgy is kapnak. Tehát, hogy örüljenek neki. Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az előadás díszlettervezője Vati Tamás, aki egy nagyon látványos és jelzésértékű helyet, pozíciót foglal el most itt a színpadon. Remélem látja mindenki, hogy egy májkrémes dobozon ül. Tehát kérlek, Tamás, mesélj egy picit arról, hogy milyen látvány fogadja majd a nézőket. Egy kicsit meg volt kötve a kezem, mert a könyvnek, meg a rajzfilmnek a képi világa az ugye adott. Tehát nem kellett nagyon megváltani a világot. Inkább arra törekedtek, hogy az jelentett kihívást, hogy a színház, az Operett Színház meg tudja mutatni, ez a főigazgató úr kérése is volt, hogy meg tudja mutatni a gyerekeknek, hogy miben, tehát mit tud egy színház vizuálisan is mutatni, hogy használjuk a süllyedőt, a trégereket, jönnek, mennek a díszletelemek, tárgyak, egy valódi varázslat történjen a színpadon, fényefektekkel, pirotechnikával és a többi. Most a fényefekteken kívül és a varázslaton kívül, egy picit azért meseld el konkrétabban, hogy nyilván nem véletlen, és mi is jelzésértékkel igyekeztünk elhelyezni itt a színpadon a májkrémes dobozt, ott van egy újabb konzervdoboz, tehát tulajdonképpen a környezettudatosság magában a díszletben is jelentkezik. Hogyan? Hát így, ahogy látszik, hogy igen, hogy egy májkrémes dobozon ülök, az újra van hasznosítva, az a bútor a Rozsdalovagnak, az ágy, a fekhely, az a szardíniás doboz, és ilyen kidobált tárgyakból építkezik a Rozsdalovagnak a bútorzata. Arról mesélt el nekem, hogy ezek a kidobált tárgyak is szerethetőek, tehát szeretnünk kell a régit, azt, ami úgy tűnik, hogy elromlik, amit már kidobnánk. Szeretgetnünk kell, ezt nagyon megjegyeztem, igen, amikor beszéltünk. Szeretgetnünk és szerelgetnünk kell, nem egyből kidobni azt a terméket, ami már úgy néz ki elsőre, hogy teljesen tönkrement, meg kell próbálni megjavítgatni és újra hasznosítani. Az Ivett is egyébként a saját társulatunkban nagy törekvés van arra, hogy mindig újra hasznosítsunk. Régi díszletekből, régi jelmezekből próbáljunk visszacsempészni. Nem azért, hogy valami költséget kiméljük fentélten, hanem azért, mert ezekhez van viszonyunk, ezekhez a tárgyakhoz. Köszönöm szépen. Egy újabb csodálatos dal következik. Ennek címe Érj utol, te fránya. És akik előadják, Nádasi Veronika és Pacskó Dorka. Oh, my God.
kislány, most pórul járhatsz, már nem soká ugrabugrálhatsz. Hókusz, pókusz, kókusz, rád irányul a fókusz. Ez sem talált, most sem talált, na írj utol, te fránya. Ez sem talált, most sem talált, e batta boszorkánya. Na most figyelj, most na. Belehúzok. Nem találsz most el. Most aztán biztos, hogy eltalált. Én nem találok el, az én éleszem ennek. Addig látok valamit. De jó ez a fúcska, vagy inkább jöjjön a bujócska. Jobb, ha csak se pergetsz, fénysatra fa te kergetsz. Varassugár, varassugár, jaj, megint elvétettem. Varassugár, varassugár, hát nem itt van mögött. Halálra váltan, akkor is benne vagy a pácban. Píri a paráné, csíri csalamáné. Ez sem talált, most sem talált, na érj utol, te fránya. Ez sem talált, most sem talált, e batta boszorkánya. Csak elkaptam. Majd a mesében nem így lesz. Legalább egyszer a boszorkán nyerjen. Köszönjük szépen Nádasi Veronikának és Pacskó Dorkának. Beszéljünk egy kicsit a zenéről. Tassonyi Zsolt a zenei vezetője az előadásnak. És sokat mesélt arról, hogy az olasz Commedia dell'arte karakterek, amelyek az egyes szereplőket jellemzik majd az előadásban, ezek a zenében is érvényesülnek, tehát érzékelhető majd a zenében is ez. Hogyan? Igen, köszönöm szépen. Abszolút minden karakter, ami a darabban benne van, a zenében kisebb, nagyobb, és egészen íves motivumokban megszólal. Ez minden zenés műfajban így van, vagy hát így kéne, hogy legyen. Ami nagyon érdekes, hogy a mi kottánkban erre nem sok jelzés van, hogy melyik motívum milyen hangszeren szólaljon meg. Kétféle kottát szoktunk ilyenkor kapni gyerekdaraboknál. Van egy szólam, és van egy harmóniavász felette, és akkor mindenki azt csinál, amit akar. Vagy nagyon pontosan le van írva, hogy mit milyen hangszer játszik. Ez a kotta bank, ez a kettő között van. Ez egy nagyon pontos kotta, viszont egyáltalán nincs feltüntetve, hogy hol szólna szaxofon, hol szólna furuja, hol szólna hemondorgona, rockorgona. Ami a zeneszerző dicsérete, hogy olyan karaktert és olyan témákat írt, hogy teljesen egyértelmű, hogy azt milyen hangszer fogja játszani. Emiatt nem kellett sokat gondolkodni, hogy hol lesz szoprán szaxofon szóló, hol lesz altfuruja, és ezek illeszkednek a szereplőinknek a karaktereihez hozzá. Nagyon-nagyon széles spektrumú a rozsdalovakban a műfajoknak a meghatározása, egészen a stilizált barokk zenétől a rap zenéig bármi, minden megszólal ebben. És itt visszatérve volt beszélgetésben, előkerültek a gyerekek, hogy milyen nagy felelősség van, hogy mit látnak. Ugyanez a felelősség itt is megvan, hogy mit hallanak. Tehát ezeknél a műfajoknál, hogy egyértelmű, hogyha valami stilizált barokkzene, az csak jó minőségben szólhat meg. De egy popzene, repzene, rockzene, ott már válogatni kell. Tehát itt nagyon-nagyon meg kell tudnunk azt a hangzásvilágot találni, hogy az ő első hallásra a kis fülük ne a rossz rockzenét hallja, a rossz mai popzenét hallja, hanem ezekből az igényes hangszereléseket és az igényes hangszíneket. Köszönjük szépen Tassonyi Zsolt inspiráló szavait. Végezetül pedig kérem hallgassák meg a Rablók vagyunk című dalt. Langer Soma, Kator Bálint és Petridis Christos előadásában. Hmm?
Rablok vagyunk, s ez bizony ilyen. Milyen? Ilyen. Ha nincs egy vasad, üres a hasad, nadrágod is kihasad, hát akad erre arra elég zsákmány. Most éppen sárkány? Nincs majré, hisz van elég szajré. Figyúzzatok, hosszú a lista, egy pár lukazokni, egy giliszta. Elcsorod és asszal a vista. Egy rakatlakat, egy rolli vécipapír, egy spulni cérna, egy török létra, cipőfűző, egy virágos kitűző. Nem himi-humi! Egy póló, egy cumi, egy olló, egy kömszáz viccel, egy öntöző csőm, egy spiccel, spiccel, egy festőállvány, egy tyúk, egy kecske, no meg egy motorbiciklicske. És mi legyen a rengeteg cucca? A cucca! Kipofozzuk, és ha már menő, a fránya Frida lesz rá a bevő. Ez aztán az élet, haver, veszed? Legyél te is rabló, ha van egy kis eszed. Sorsunk két esélyes, pompás és veszélyes, sorsunk két esélyes, pompás és veszélyes. Rablók vagyunk, ez milyen klassz már, de sokan ide sarkonulálkodnak, ravasz zsaruk, kemény fiúk. Tudnám nélkülözni őket, védik a nőket, a vagyont, a fazont, a parkot és a betont. Pince szélyes és veszélyes, üldöznek hevesen és cselesen, e minden hágyjal megkent fickók. Nincsenek kevesen! Mire veszed alapot, már el is kapott. Lassan felocsúsz a kezeden a bilincs. Szabadságot kincs, ami nincs! Szemed előtt fénylik a börtön ajtó kilincs. Csücsülsz a sitten, elmélkedhetsz csendben. Ennyire vittem, neki dőlsz a falnak, vége a dalnak. Egyre többször mondogatod eszelősen. Nincs itten egy fűrész is reszelősen. Sorsunk két esélyes, pompás és veszélyes. Sorsunk két esélyes, pompás és veszélyes. Rabok vagyunk, de ez nem oké, ha a döntő szó már a spasszer oké. Nincs kegyelem, csak fegyelem, nincs itt az asszony, nincs ki arcodra mosolyt ragasszon, őriz az őr, és bírál a bíró. Néha szinte lesül a képedről a bőr, nem is kirívó ez az eset. De mit lehet ez ellen tenni? Árruhát venni! A tények bizonsága szerint a lényeg, ne hagyd magad lefülelni! Jó! Egy rejtek helyre lelni, a hegyekben, mint a yeti. Yeti, yeti, a tuti! A sárkányt látsz, csak hümmög, ha közeleg egy lovag zümmög. Hadd higgye, ott a darásfészek. Rablók vagyunk, mindenre készek! Így nem kap el a fejvadász, te vagy az ász kalitkában a sárkánnyal. Jó üzletet kötünk a fránya Fridával! Szuper! Az erszény meg fog telni, aztán megyünk egy jót vedelni. Sorsunk két esélyes, pompás és veszélyes. Sorsunk két esélyes, pompás és veszélyes. Ó, sorsunk két esélyes! Köszönjük szépen! Langer Somát, Kator Bálintot és Petridis Krisztost hallották, és a kíváncsiak arra, hogy vajon mi történik ezekkel a rablókkal, de ha arra is, hogy mi történik a rozsdalovaggal, Fránya Fridával és az összes többi szereplővel, kérem jöjjenek, kérem vigyék jó hírünket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönjük a sajtó képviselőinek, köszönjük a csodálatos művészeknek, hogy idejükből kiszakítottak, hiszen mindenki próbál, mindenki játszik, állandóan színpadon vagyunk, előadáson és próbálunk. Köszönöm szépen az előadás csodás alkotóinak, Berzsenyi Krisztinának, Bozsik Ivetnek, Vati Tamásnak és Tasonyi Zsoltnak, és természetesen mindenkinek, akit esetleg most név szerint nem említettem, hogy itt volt, jelen volt. A sajtó képviselőitől azt kérem, hogy vigyék jó hírünket, és hogy jöjjenek az előadásra, mert ez nem csak a gyerekeknek, hanem a családoknak is igazi élményt ígér. Köszönöm szépen!